Most bemutatok neked három teljesen eltérő élethelyzetet. Ezek nem ritka, különleges pillanatok, hanem inkább hétköznapi, bárki által átélt vagy átélhető helyzetek. Néha ideg összeroppanásnak is nevezik. Olyan állapot, amikor valaki már nem képes megbirkózni a stresszel, és ez az életének több területén is megmutatkozik. Először csak szorong az illető, később mutatkoznak nála a depresszió jelei, és az érzelmi állapota pedig ilyen kontrollálatlanul hullámzik. Ezt alvászavar és a szociális szorongás is követi, végül pedig az illető gondolatai rendezetlenné válnak. Össze-vissza beszélhet, és beszél is, és nehézségei vannak az összefüggő kommunikációval. Ha most barkóbáznánk, szerintem sokaknak lenne egy tippje arról, hogy kiről is lehet szó. A második állapot az Ambrózi Áron által elnevezett önmaga hatása alá kerülés, amikor az érintett személy úgy véli, hogy különleges, egyedülálló, és csak más, kivételes emberek érthetik meg. Vagy még ők sem. Gyakran eltúlozza a saját tehetségét és eredményeit. Tudom, már szinte teljesen biztos vagy benne, hogy kiről van szó, de nem, még tart a konyha pszichológia. Tehát az ilyen ember mindig a figyelem középpontjában akar lenni, és elvárja, hogy mások is csodálják, elismerjék őt és az ő nagyságát. Úgy érzi, hogy mindenkinél okosabb, tehetségesebb, és mindent jobban tud. Mindenkinek van ilyen ismerőse vagy rokona, akire például nem tudom, a vacsora asztalnál tör rá az imént említett szindróma. A harmadik ilyen élethelyzet, vagy inkább viselkedési zavar, a messianisztikus komplexus. Az ilyen személyek úgy érzik, hogy különleges küldetésük van a világ megváltására, vagy jelentős változások előmozdítására hivatottak, és hiszik, hogy egy nagy vezető, egy nevezzük mondjuk egy messiásnak, hamarosan megérkezik, akiknek ők hűséges szolgái lehetnek. Ez az állapot, ez nem feltétlenül jelent klinikai diagnózis, de összefüggésben áll különböző mentális zavarokkal. És akkor most lássuk, amikor ez a három viselkedés egy személyben összpontosul. Mert lázad a lényeg, az ellen, ami lett. De hát ott áll, előtte hömpölyög a 150 ezres tömeg. Ott van a nagyszerű, ott van a nagyszerű. Ez a Magyar Péterről beszél? Szerintem igen. A kérdés jogos. Itt akkor most mit is kell nézni? Mármint oké, hogy nem egy romkocsma pincéjében történt, de Puzsér most amúgy miben is viselkedett másként, mint máskor? Viszont, hogyha nagyon el akarunk rugaszkodni a valóságtól, és konteózásba kezdünk, akkor itt nekem van egy elméletem. Mert ugye az egyik elmélet az, hogy Robi nem abból a bögréből ivott, amelyikből szokott, vagy valaki más bögréjéből ivott, vagy valaki más ivott az ő bögréjéből, vagy túlfőzték a teát, nem tudom, akár ez is az egyik. Vagy pedig most, hogy volt ez a Magyar Péteres buli az öt kertben, ahol Magyar Péter az utcán, hát mondjuk úgy, hogy most méltatlan állapotba került, mert mi van akkor, hogyha Puzséres csak azért csinálta, gondolj bele, azért csinálta, hogy megmutassa, hogy más is kerülhet ilyen helyzetbe, más is tud kellemetlenül viselkedni az utcán, más is, mondjuk ő nem tűnt úgy, mintha összefosta volna magát, de mi van akkor, hogyha ez egész csak arról szólt, hogy egy ilyen trendet teremtsen azáltal, hogy ő is vállalhatatlanul viselkedik. Viszont most viccet félretéve azért érdekelne a járókelőnek az arca vagy a gondolata, hogy akkor most akkor itt mi történik? Tehát, hogy ő kérdezte a Robit azért arról, amit ő elmondott, vagy ez csak úgy előtört belőle, és nem tudok rájönni arra, hogy mi lehetett, mert ugye ennyi van a videóban, tehát erről szól, nincs eleje, nincs vége, nincs tovább, nincs levágva belőle, amit itt látunk, ez a teljes anyag, legalábbis a teljes anyag, amit eljutottak a Pesti Srácok szerkesztőségéhez, de erről majd mindjárt. Úgyhogy, ha valakinek van tippje arra, hogy Robi mit csinálhatott, vagy mire készült ebben a videóban, az írja meg kommentben, de még nincs vége a videónak, ne menj tovább, ne kattints félre, várjál, mert még most jön a lényeg. Na, most, hogy itt maradtál, ez tök jó, mert most elmondom, hogy ez igazából csak egy ilyen hirtelen felindulásból elkövetett puzsérozás volt, mert most készülök egy nagy puzsér videóra, ahol indi haverommal megállapítottuk, helyesebben ő állapította meg, és tovább küldte nekem, hogy a puzsér retteg, de olyan kegyetlenül retteg, és nem tudod, hogy mitől, de ebben a videóban, amit hamarosan közzéteszek, ebben majd úgy be fogom mutatni neked ez egész okfejtést, hogy miből jutottunk arra a következtésre, hogy Robi valójában fél, és igazából úgy látszik, hogy van is mitől félnie, de nem lövöm le a poént, ezt majd a jövő héten fogom kitenni, ha minden rendben megy, mert most is például éjjel videózom. Na, viszont,
Amit az előbb láttál, azt a videót, azt a hittérítést, azt Kertész Dávid barátom hozta le a PS-en. Először mindenki más, csak utána tette közzé. Nem tudom, hogy mit akart itt Puzsér, ő sem tudja, ezt már kifejtettük, viszont nem merem megítélni, egyszerűen nem merem megítélni a videót kontextus nélkül, lehet, hogy valami metafizikáról, vagy metapolitikáról magyarázott, mert ez sem kizárt. Viszont abban biztos vagyok, hogy ehhez az állapothoz én nem vagyok elég képzett. És itt most nem gúnyolódni szeretnék a Puzséron, sőt, inkább az ellenkező, mert Robi, ha most nézed ezt, és úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, akkor kérj segítséget. Én biztos, hogy nem foglak kigúnyolni emiatt, és másokat is erre bátorítok, mert hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor az merjen segítséget kérni. És én őszintén szurkolok neked, Robi. A nagy hímek nyugtalanná és rendkívül agresszívvá válnak. Az egyik hím területét elhagyva egy számára megfelelő méretű nőstény keresésére indul. Jelenléte, legyen bár véletlen vagy szándékos, egy percig sem kívánatos. Ez a harcias viselkedés a szaporodási vágy jele.